legnagyobb elismerést kiváltó rendezvény volt ez a győri utánpótlás kickbox Európa-bajnokság. Az önkormányzati ciklus utolsó közgyűlését tartották pénteken a Városházán. 20 képviselő volt jelen az utolsó testületén, ami így határozatképesnek bizonyult. Még a napirendek tárgyalása előtt a Nemzetközi Kickbox Szövetség adott át egy hatalmas serleget a polgármesternek a győri utánpótlás EB minőségi megrendezéséért. Szeretnék én is nagyon nagy köszönetet mondani a kollégáimnak, és természetesen önöknek, hogy azzal az együttműködéssel, ahogy ezt a versenyt meg tudtuk rendezni, minden győrinek, minden ide látogatónak szerintem nagyon-nagyon sok örömet szereztünk. Ott voltam a nyitó rendezvényen, és jó volt azt látni, azt a sok fiatalt, akik saját országuknak, országuk csapatának szurkoltak, és mindig hangosabban és hangosabban ritmusokkal igyekeztek megmutatni, hogy melyik országban és melyik csapatnál van az erő. A közgyűlésen átadták a Mémfőcsanak szolgálatáért elismerést is, majd a képviselők belefogtak a túl sok izgalmat nem ígérő napirendek sorába. Egyhangulag döntött a testület többek között a Péri repülőtér fejlesztésének és az Eto futballklub támogatásáról is. Mivel ez volt az 5 éves ciklus utolsó ülése, annak végén Borkai Zsolt egy rövid összegzést adott. Ebben kiemelte, mintegy 160 milliárdból szépült Győr az elmúlt időszakban. Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül néhány emlékezetes eseményt felidézzek a hamarosan véget érő önkormányzati ciklusból. Elsőként azokat a döntéseket, amelyekkel a győri időseket, fiatalokat és a családokat segítettük. Megújult számos orvosi rendelő, óvoda, bölcsöde, szociális bérlakásokat építettünk, létrehoztuk a demensen látó központot. Mindent egybevetve, tehát az önkormányzati állami és pályázati forrásokat is közel 160 milliárd forint értékben valósultak meg városfejlesztési beruházások. A polgármester megköszönte minden képviselő elmúlt 5 éves munkáját, hiszen ebben az összetételben már nem lesz dolga a testületnek. Október 13-án önkormányzati választások lesznek, ahol eldől majd, milyen összetételű lesz a győri közgyűlés a következő 5 esztendőben.